Nem csitulnak a harcok Ukrajnában. Odesszát ismét rakétatámadás érte. Közben az ukrán elnök győzelemként értékelte, hogy az orosz csapatok kivonultak a Fekete-tengeri Kígyó-szigetről. Moszkva szerint viszont ezzel csak azt akarták jelezni, hogy engedik az ukrán gabona tengeri szállítását. Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók a dél-ukrajnai Odessa egyik külvárosában péntek hajnalban. A katasztrófavédelem beszámolója szerint egy 9 emeletes épületet ért rakétatalálat, amely kigyulladt, majd összedőlt. A támadásban 14 ember meghalt, további 30 pedig megsebesült. Egy másik lövedék pedig egy rekreációs központba csapódott, ahol hárman vesztették életüket. Az ENSZ adatai szerint Ukrajnában jelenleg 16 millió ember szorul humanitárius segélyre, például ivóvízre, élelmiszerre és egészségügyi ellátásra. A Reuters hírügynökség a kelet-ukrajnai Szeverodonyeckben készített felvételeket csütörtökön a lebombázott házakról. A város nemrég teljesen az oroszok irányítása alá került, így már nem folynak harcok a településen. Szinte a város teljes infrastruktúrája tönkrement. Május óta élünk gáz, villany és víz nélkül. Előtte időnként volt szolgáltatás, de most már semmi sincs, így a házunk mellett tűzön kell főznünk. Az emberek pedig többnyire pincékben élnek, panaszolta egy férfi. Közben az orosz barát szakadárok azt állítják, hogy behatoltak a szomszédos Liszicsanszk területére, amelynek elfoglalásával egész Luhanszk megye Moszkva irányítása alá kerülne. A régió kormányzója ezt nem erősítette meg, arról számolt be, hogy a város melletti olajfinomítónál folynak a harcok. Szerhi Hajdaj szerint az oroszok megpróbálják bekeríteni az ukrán egységeket, miközben folyamatosan ágyúzzák a települést. Közben az elhagyatott Kígyó-szigetről osztott meg műholdképeket az amerikai Maxar vállalat. A Fekete-tengeren fekvő katonai bázist még a háború első napjaiban elfoglalták az oroszok, azonban csütörtökön kivonták csapataikat. Ukrán jelentések szerint folyamatos tüzérségi és bombatámadásokkal üzték el az oroszokat, miközben teljes fegyverzetüket megsemmisítették. A Kígyó-sziget stratégiai pont, amely jelentősen megváltoztatja a Fekete-tengeri helyzetet. Ez még nem garantálja a biztonságot, nincs garancia arra, hogy az ellenség nem tér vissza, de elvesztése már jelentősen korlátozza a megszállók mozgását. Lépésről lépésre előzzük őket tengerünkről, földünkről és az égboltunkról, nyilatkozta a sziget felszabadítása kapcsán Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Az oroszok azonban állítják, hogy nem az ukrán támadások üzték el őket a szigetről. Szerintük ez a jó szándékuk jele. Embereik kivonásával azt szeretnék jelezni, hogy nem gátolják az ukrán mezőgazdasági termékek tengeri szállítását. Ezt erősítette meg Vlagyimir Putyin elnök is, amikor indonéz kollégáját fogadta csütörtökön Moszkvában. Az orosz államfő tagadta, hogy akadályoznák az ukrán gabona exportját. Az ukrán hadsereg aláaknázta a kikötők bejáratát, senki sem akadályozza meg őket abban, hogy felszámolják ezeket az aknákat, és mi garantáljuk a biztonságos feltételeket a gabona szállításhoz, fogalmazott Vlagyimir Putyin. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy Oroszország is teljesíteni kívánja minden szerződéses kötelezettségét, például a gabona vagy az energiahordozók exportja esetében. Joko Widodo elnököt pedig külön biztosította, hogy az indonéz gazdák nem maradnak orosz műtrágya nélkül. A dél-ázsiai ország vezetője a találkozón átadta az ukrán elnök üzenetét az orosz államfőnek, mivel segíteni akarja a két fél közti kommunikációt, hogy minél hamarabb véget érjen a háború.